Igen, tegnap előtt szembesültem a gondolkodó felállásétem között. Egyébként azt nem mondom, hogy a JNA is CELIX gyártnak készült az optika. Nagyon sok szerintem a CELIX-ról a DVD-n amelyikben. Itt akkor a kalibráció pontosságát tulajdonképpen azt határozza meg, hogy az a felület az mennyire tiszta. Ha az egyenletén kapaszolódik, akkor az elmondja a kalibráció. Inkább ez a kis műnök tudja az ember ennyi át a sorozatát. Azt mondom, hogy csinálni, amivel oldalra van megvilágítva, tehát hogy lesz valami ilyen fénysíkot. Egész egyszerűen lehet, hogy ez fénysíkot. Tehát nagyon sokkal lehet csinálni. És annak közel nagyon stabil a felsőkben kamerához kell adni. Tehát akkor már ez egy kielégítő. Abszolút fontosság. Tehát nyilván ezek a hosszú kártalakodott eltérések azok, amúgy a fotonizé pontosabb a tápsiak fényesség és az alattal. Egyébként a régi, a méteres tápcsinek a régi kameráján voltak hasonló gondok hosszal, csak azok a kamerai tűnkeket és ilyen polc fekik vándoroltak fel a talonyozók az ember, tehát ott nem volt ilyen stabil. Hetente tipikusan egy-két ember jön le. Három maximum, most így kérdésen nem vagyunk, azt hiszem, hogy ez kérdésre kapam. Hát ugye úgy szokott lenni, van egy darab gyeletes csillagász, és két részben legalább egy ilyen kapcsolat. Kettő-három típus. Igen, pontosan. Tehát ebben amúgy sem tudunk belenézni. Még a régi állapotában sem, de egyébként sem a méteresben sem, mert a nagyis kamerában tesz a megisztetni. Tehát a kép az amit tudom. Igen. Ebbe be lehetne nézni egyébként, ebben a vezető tápcsiba szerintem még van is benne okulár. Igen, itt van. Most esik a rúcsa. Ez tényleg az Ez mennyire korszerű az a Schmidt R? Van ennél korszerűtlebb rendszer? Mert ilyen nagy látómezőjű rendszerekre, tehát hogy... Nem, én amit tudok, hogy nem használ lencsét, tehát csak tükröt használ, hogy a torzítás ne hát legyen. Ugye itt egy fő tükörben, de van egy lencse. Itt van egy homorom tükör. Igen, egy gömb. Ami bejön, itt fókuszálja. És igen? Oda beteszek 45 fokba egy másik kis tükröt, amivel oldalt kihozom, nem ez a lényeg? Az a Newton távcső rendszere. Ez? Itt mi, ez hogy, hogy jön ki a kép? Itt úgy az történik, akkor állandóan a fény hat, lehet, hogy hát igen, azt nem fogalmaztam világosan. Tehát bejön ugye a távcsőbe a fény, igen? Ide a főtükörbe. Igen. A főtükör az visszaveri. Igen. Persze van egy, ebben a távcsőben most van egy lencse tagunk is, ami egy kicsit széttartóvá teszi a betartó fénynyalábokat. De a lencsetagnak a közepén van egy tükröző felület. Tehát ami praktikusan egy másik tükör. Amit ez összegyűjt, az annak a fókuszpontjában van. Igen, nagyon. Igazából egy kicsit beljebb, mint a fókuszpontja, de nem ez a, nem ez a lényeg pontosan, hogy hol van, de az a tükör, ami a végében van, az visszaveri errefele a fényt, és valahol a fényünk van. Itt az ajtóval egy picit feljebb van a kamera, és az a kis tükör, az a kamerára veri rá a fényt, ami a fő tükör összegyűjtött. Tehát, hogy ott gyújik össze a távcső belsejében a kamerának. És akkor a kamera mérete kitakar ennek a... Igen. Tehát... A kamera az középen van. Igen. Tehát nem polásta van. És nem, sajnos az középen. És ez mennyire korszerű elrendezés? Van most ennél korszerű? Hát a nagy látómezőjű műszereknél ezt a Schmidt rendszert szokták használni. Amennyire emlékszem, a Kepler távcső is rendszerű, ugye? Tehát, hogy még van a Maxutov elrendezés, ami hasonló, de azt hiszem, hogy az nem terjedt el annyira, mint a Schmidt. Tehát, hogyha a nagy látómezőre megyünk, akkor még mindig a Schmidthez szoktak mondani. És milyen távoli objektumok? Hát ugye... Tessék? Hát ugye ez, az, hogy látjuk-e, az gyakorlatilag a fényességétől függ. Ami pedig egyrészt függ attól, hogy milyen objektumra nézünk rá, másrészt attól is függ, hogy milyen messze van.
első közelítésben. Amit ezzel a távcsővel szoktak észlelni, azok ugye a naprendszerbeli kis égitestek, mert nagy a látómezei a távcsőnek, és így könnyű vele keresni. Itt szerintem már bőven több száznál járunk a kisbolygó felfedezésben, de nem akarok számot mondani pontosan, mert tényleg nem tudom. Szupernovában is biztos, hogy több tucatnál járunk, ugye ezek ilyen nagy tömegű, az életük végén járó felrobbanó csillagok. Ezeket is szokták ezzel a távcsővel észlelni, de egész egyszerűen klasszikus változó csillagászatra is alkalmas, ami azt jelenti, hogy ráállunk egy darab csillagra, és így mérjük, néhány percenként megmérjük a fényességét, és utána megvizsgáljuk azt, hogy ez hogyan változott az időben, és ebből ki lehet hozni azt, hogy itt mi történik a csillagban. De hogyha a kérdés esetleg arra vonatkozott, hogy mi a legmesszebbi, vagy legnagyobb... Igen? Igen, ezt ugye nehéz pont ezért megmondani, mert a fényesség sok mindentől függ, de szerintem ilyen néhány milliárd fényre lévő ilyen aktív galaxis magok, azok még azért biztos, hogy pár lehetünk. Mert a brosszúrában a galaxisokat is látja. Hát vannak fotók, igen. Persze, de ugye van olyan galaxis is, mármint a miénken kívül, amit szabad szemmel is látunk. Tehát, hogy az Andromeda köd, az M31 egyébként az most kora este után már látszik szabad szemmel. De persze galaxisok fotózására ez a távcső, ez megint csak pontosan alkalmas, mert ugye azok ilyen kiterjedtebb objektumok, tehát nem pontszerű, mint a csillag. Ennek meg jó nagy a látómezeje, úgyhogy belefér. Tehát, hogy... De akkor mondhatjuk azt a hölgynek, hogy 5-10 milliárd évig ellát fényén. Hát a 10-et azért már nem mondanám én, de az 5-öt azt még nyugodtan, igen. Szerintem 5 milliárd évre lévő objektumot lehetne még olyat találni, amit lát, igen. És tetszett mondani, hogy ez a második, az első? Ez a második legnagyobb távcső az országban. Igen, és az első? Az első az, ami teljesen. Ahol majd megyünk. Aha. Az egy teljesen más rendszerű objekt, a optika, azt majd hogy elmondom, hogy ez hogyan működik. De ha a világon ötödik, akkor ez elég korszerű. Hát nem építenek már igazából spektrumtávcsőket földre mostanában. Mert ugye arra mennek, hogy minél nagyobb fénygyűjtőképesség, tehát próbálják növelni a főtükörnek a méretét, de a spektrumrendszer az nem alkalmas arra, hogy ilyen iszonyatosan nagy távcsőket építsünk belőle. Tehát amiket most építenek ilyen extrém nagy távcsőket, azoknak van egy teljesen extrém optikai elrendezése van, amit egy külön nevük van, és akkor találták ki hozzá. Tehát ugye onnan indult a dolog, hogy az első tükrös távcső az volt, amit Newton csinált, amit mondott is, igen. Hogy 45 fokban van a főtükör, bejön a segédtükör, bejön a főtükörre a fény, az visszavegyen 45 fokban lévő segédtükörre, és kimegy a távcsőben. Ez volt a Newton. Aztán ezt elkezdték így javítgatni, hogy mi lenne, ha a távcső alján jön neki a fény, és akkor kifúrták a főtükröt, a segédtükröt nem fordították el 45 fokban, hanem párhuzamos volt a főtükörrel, és ilyen volt a fényút, így kiment a távcső alján. Ezekből van rengeteg, ilyen egyébként hasonló rendszerű a méteres is, ezekből van többféle, de például az ILT, amit említettem, az ilyen egész extrém négy tükrös rendszer. Az a 38 méteres távcső, ami épületben van. Ezt nem is tudom pontosan, hogy van a fényútja, megmondom őszintén. De abban 4 vagy 5 tükör. Annyit elmondhatunk, hogy ezeket, hogyha méteres, a legnagyobb a Palomár egy 2 méteres, amit még egybe öntöttek és 2 évig hűtötték le. Tehát itt a 38 méteres, ami épül, az is már több. Apró tükörből, ez tehát pontosan. Lehetetlenség lehűteni 100 év alatt se egy ezeket. Tehát így a űrversenyben, az orosz-amerikai versenyben, a tükörépítésnél ez bejött, hogy nem lehet megelőzni, mert 6 évig kell lehűteni. Igen, tehát ki kellett kerülni, és most már nem üvegből készül, hanem valami új anyag, nem tudom a nevét, nem üveget használnak. Kitaláltak valamit, nem üveg, de viszont sokkal tisztább, mintha üveg lenne. Tehát most ugye tök tisztára tudják csinálni. Új technológia igazából most ez az aktív optikának nevezett tükör, ami egybe tükör, ez az érdekes, és ugye például a Verulás Teleszkóp rendszer, a VLT, ami Chilében van, Paranon 4-8 méteres távcső, azok már ilyen rendszerűek. Ott tulajdonképpen arról van szó, hogy ilyen extrém vékony üveganyag, de 8 méter átmérő. Tehát az extrém az ilyen néhány 10 centit kell érteni. Tehát valószínűleg ez is 20 centi körül lehet a vastagság, és ugye ez csak 90 centis átmérő. Tehát ilyen nagyon vékony üveganyag, ami sok helyen alá van támasztva ilyen kis motorokkal, és egész egyszerűen a számítógép, ahogy forog a távcső, számolja az arra ható forgatónyomatékokat és kompenzálja a tükör deformációját. Tehát talán ez a legújabb technológia, amivel most próbálják ezt kiküszöbölni, amit mondott is. Igen. Ugye az oroszok ebbe pont beleszaladtak, hogy 5 méteres egybetűkör fölött azért az már úgy nehéz megcsinálni rendesen. A másik megoldás pedig a mozaik tükör, amikor ilyen
egy-két méteres szegmensekből rakják össze azt a nagy tükröt, amit ők szeretnének. Tehát így kerülünk el ezeket. Tehát az ugye egy alapvető technológia váltás volt. Abszolút. Mert amikor még mi tanultuk a csillagászatot, akkor azt tanították, hogy a tükör vastagságának legalább az átmérő egy hetedének kell lennie, mert különben deformálódik a tükör. Na ez nekem is úgy volt az és, egyébként. Hát mert én ennyivel korábban tanultam a csillagászatot, mint te. És utána jött az a technológia váltás, hogy éppen hogy vékonyra kell csinálni a tükröt, mert akkor lehet ezekkel az aktuátorokkal igen, deformálni az alakját. És ugye elfelejtettük azt, hogy vastagtak tűnik. A vastag tükör nem tud kihűlni. És a vastag igen, tükörből igen, nem lehet csinálni 6 méter átmérőjűt, mert a 6 méter igen, átmérőjűnek igen, mondjuk majdnem 1 méter vastagnak kell lenni, és akkor vannak ezek a problémák. Na és a Hubble-nél is két tükröt csináltak, egyet biztonságból csináltak, és eltették raktárba, és az volt jól csiszolva. És a hülye amerikaiak nem nézték meg, és az a gyártó, aki a rosszat csiszolta, azt lőtték föl, azért kellett kiavítani a Hubble tükrét. Tehát ott feküdt a raktárban, ma is ott van a jó tükör, és utána 13 milliárd dollárba került kiavítani egy álszemmel a torzítását a rossz tükör. Én erről egy más történetet. Hát ez nem így van. Nem az inch centiméter konverzió, amit de majdnem ilyen durva volt, mert én azt a történetet hallottam, hogy ugye ezt kémműholdakra készítettek egy tükörváltozatot, és azoknak az optikai rendszerét úgy állították be, hogy egy néhány száz kilométerre tudjon fókuszálni, hiszen ott a cél az a földfelszín volt. És utána azt gondolták, hogy ugyanez jó lesz a kvázi végtelen távolság. Nem, mind a két cég azonos specifikációt kapott, és ez önkényesen nem olyanra csiszolta. És ezek a hülyék nem nézték meg a kettőt, hogy melyik a jó, melyik a rossz, és fölölték a rosszat. Mindenkit veszik elég abszolút, az a inch centiméter, az az 1 milliárdos Mars szonda elvesztése volt. Ott az volt, igen, ott az volt. Igen. Soha annyit nem öltek holdba, egybe, és egy ilyen hülyeséggel a szoftveres gyerek elrontott.